Ez a mi világunk. Meleg, kényelmes, ismerős hely. Ám ha elsétálunk a tűz mellől és felfelé nézünk, a gondolataink gyorsan elkalandoznak. Jelentéktelen kis pontok volnánk. Befogad minket a világegyetem, vagy eltaszít? Örökké állhatnánk így elámulva, vagy elhagyhatnánk a tengerpartot és az otthonunkat, hogy innen a pereméig bejárjuk az univerzumot, felfedezzük minden csodáját, és szembenézzünk minden borzalmával. Csodás új világok. Aljós, sötét erők várnak ránk. Az idő kezdetétől. A világ végéig. Lenne bátorságuk végigjárni mindezt? Vagy hazáig menekülni? Ezt csak egy módon tudhatjuk meg. Utazás az univerzum peremére. A világűr határa csupán 100 kilométerrel van a fejünk felett, a házunktól egy órányi autóútra. Ide lent zajlik az élet. Halad a forgalom, adják, veszik a részvényeket, a tévében pedig megy az űrszekeret. Mi viszont mindezt magunk mögött hagyjuk. Lábujjunkat az ezen túl elterülő, végtelen, sötét óceánba mártjuk. Csak a sekély részre merészkedünk. Még nem túl távolra az otthonunktól, legfeljebb a holdig. Sok tucatjai jártak már itt előttünk, 12-en le is szálltak a hold felszínén. Alig több mint 400 ezer kilométerre vagyunk otthonról. Űrhajóval az út 3 napig tart. Mintha el sem indultunk volna. Ismerős, biztonságos hely, ahonnan még jól látszik a Föld. Úgy fest, mint egy elnéptelenedett csatatér, meteoroidok és aszteroidák milliói bombázták. Ma már csendesebb. Nyilvánvaló, hogy évmilliók óta nem került sor komolyabb ütközésre. Az Apollo 11 leszálló egysége emlékeket idéz fel. Neil Armstrong első lábnyomai. Mintha csak tegnap hagyta volna. Nincs levegő, ami elsöpörné őket. Évmilliókon át épségben maradnak majd. Talán tovább, mint az emberiség. A mi időnk véges. Óriási ugrást kell megtennünk. Távolabbra mindennél, ahová az ember eddig eljutott. A sötétségből barátságos arc tűnik elő. A szerelem istennője. A Vénusz. A hajnal és az alkonyat csillaga.
Ő köszönti az új napot keleten, mások szerint esténként int búcsút nyugaton. A bolygó látványos sárga felhőzete visszaveri a napfényt, ezért ez a naprendszer legfényesebb bolygója. A mi bolygónk nővére. A mérete és a felszíni gravitációja is közel ugyanakkora, mint a Földé. Itt biztonságban lehetnénk. Ám a Venus Express űrszonda adatai szerint a gyönyörű felhőket halálos kénsav alkotja, a légkör pedig tele van széndioxiddal. Riasztó kilátás. A Vénusz harapó istennő. A levegő ártalmas, a nyomás elviselhetetlen, a hőmérséklet pedig megközelíti az 500 fokot. Bármi, ami túl sok időt tölt itt, az berosdásodik, megfullad, szétszúzódik és megsül. Semmi sem maradhat épségben. Így járt a szovjet Venyera robotszonda. Erős páncélja sem védte meg a légkör szélsőségeitől. A földről oly bájos istennő közelről iszonytat. Akinek arcán vulkánok ezrei a hüllőhelyek. A légkörben lévő rengeteg széndioxid csapdába ejti a naphőjét, a globális felmelegedés itt féktelenül elszabadult. Mielőtt erre sor került, a Vénusz talán ugyanolyan békés volt, mint testvére a Föld. Ha ez igaz, akkor a mi bolygónkra is ez a sors várhat. Kezdjük azt hinni, hogy nem kellene itt lennünk, jobb volna visszafordulni. A napban azonban van valami, ami elbűvöl. Mint a medúza. Túl borzalmas ahhoz, hogy ránézzünk, erősebb annál, hogy sem ellenállhatnánk neki. Egyre tovább csalogat, mint éjjeli lepkét a fény. Eltörpül mellette a hevétől megperzselt bolygó, a Merkur. Aki túl közel kerül a naphoz, arra ez a sors vár. A hőmérséklet itt vadul ingadozik. Éjszaka mínusz 170, délben plusz 400 fokig tér ki. Megégett és összefagyott. Nézzük csak a Merkur viharos történetéről tanúskodó sebb helyeket. A Messenger űrszonda valami különöset észlelt. A méretéhez képest a bolygó tömegvonzása meglepően erős. A tömege nyilván nagyobb, mint amekkorának tűnik. Mintha egy roppant vasgolyó volna, vékony kőzetréteggel borítva. Egy valaha sokkal nagyobb bolygó csupasz magja. Talán egy vándorló bolygó ütközött a Merkúrnak, letaszítva annak külső rétegét a halálos kozmikus biliárd játszmában. Bolygók térnek le a pályájukról, útjukon mindent, akár más bolygókat is elpusztítva. Mi itt ülünk, mindennek a közepén sebezhetően, kiszolgáltatottan és aprón. Minden arra figyelmeztet, hogy forduljunk vissza. Ám kiállhatna ellen a napnak és káprázatos tündöklésének. Fényt és életet ad nekünk. Minden, amit teszünk, a nap hatása alatt áll, tőle függ. Több is ennél, ő Héliosz, a görög isten, amint szekerével áthajt az égbolton. Rá az egyiptomi isten, aki minden nap újjászületik. Az ő felkeltét várták a Stonehenge-nél a nyári napfordulón. Évmilliókon át ennél közelebb nem is juthattunk ahhoz, hogy megpillantsuk egy isten arcát.
150 millió kilométerre van az otthonunktól, repülőgéppel 20 évig tartana az út. Ha kihunyna, azt ekkora távolságból 8 teljes percen át észre sem vennénk. Olyan hatalmas, hogy 1 millió föld is elférne benne. A tömege akkora, hogy a vonzása határozza meg az egész naprendszer mozgását. De mit érnek a számok, ha egyszer szemtől szemben láthatjuk? Az ismerős arc, amely napról napra felbukkan az égen, ilyen közelről már felismerhetetlen. Örvénylő, izzó gáz tengere. A hőmérő 5000 fok fölé emelkedik. A magban több 10 millió fok is lehet. Ez már elég annak a nukleáris reakciónak a beindításához, amely másodpercenként sok millió tonna anyagot alakít energiává. Többet, mint amennyi energiát az emberiség eddig megtermelt. Otthon ezt az energiát fényként látjuk és hőként érezzük. Közelről azonban nincs a napban semmi kellemes. Csupa elektromágneses tevékenység, amely izzó gázhurkok, úgynevezett protuberanciák formájában mutatkozik meg. Ezek mindegyike 10 millió vulkánénál is több energiát bocsát ki. Egy ilyen hurkon az egész Föld átférne úgy, hogy több 10 000 kilométernyi szabad hely volna mellette. Ahol a felszínre törnek, ott megmutatkozik az alsó, hűvösebb réteg. Így alakulnak ki a napfoltok. Azért tűnnek sötétnek, mert egy árnyalattal hidegebbek a környezetüknél, de még így is forróbbak, mint bármi a Földön. A méretük óriási, van közöttük olyan, aminek legalább 50 000 kilométer az átmérő. A napkitörés a forró, elektromos töltéssel rendelkező gáz halálos kisugárzása a világűrbe. Ám egy napon mindez véget ér, a nap üzemanyaga kimerül. A halála egyben a Föld végét is jelenti majd. Ez az életet teremtő és elpusztító istenség megköveteli, hogy tartsuk a távolságot. Ez az üstökös túl közel tévedt. A nap heve elpárologtatja, így alakul ki a több millió kilométer hosszan elnyúló csóvája. Ideként rendkívüli a hideg. Az üstökös származási helye kétségtelenül az űr jeges mélye. De nézzük csak ezt a gőzt, gejzíreket és a port. Ez az üstökös fagyott szívét felolvasztó napműve, a piszkos hógolyót ragacsos réteg borítja. Az apró szemcsék szerves anyagnak tűnnek, amelyeket a jég tartósít már. Ki tudja, hogy milyen régen, talán már a naprendszer születése óta. Képzeljük el, hogy több milliárd éve egy ilyen üstökös csapódott a fiatal Földbe. Szerves anyagokat és vizet, az élet nyersanyagait hozhatta magával. Még az is elképzelhető, hogy így vetette el a földi élet magvait, amelyből mindannyian kifejlődtünk. Most képzeljük el, hogy ma ütközik a Földnek.
Gondoljunk csak a dinoszauruszokra, akiket éppen egy üstökös vagy aszteroida becsapódása írtott ki. Ez csupán időkérdése. Végezetül egy napon, ha csak nem találunk módot a védekezésre, mi is úgy távozunk, ahogy a dinoszauruszok. A Föld biztonságot nyújt. Egyelőre. Ám ha a földi élet megsemmisül, akkor itt maradunk, hazátlanul sodródva az ellenséges világegyetemben. Új otthont kell találnunk. A bolygók milliói és milliárdjai között bizonyára akad egy, amely nem túl forró és nem túl hideg, ahol van levegő, napfény és víz, ahol ismét kényelmesen élhetünk. A vörös bolygó összetéveszthetetlen. A Mars. Évszázadokon át fürkésztük a Marsot, az élet jeleit, társaságot keresve. Valahol odalent létezhet is Földön kívüli élet. Vajon készen állunk-e arra, hogy megtaláljuk, átírjuk a történelem könyveket, kihajítsuk a tudományos munkákat, és a feje tetejére állítsuk a világunkat? A következő lépés mindent megváltoztathat. A Mars minden más bolygónál jobban foglalkoztatja a képzeletünket. Ha tudományos fantasztikus filmekre vagy képregényekre gondolunk, mi jut eszünkbe? A Mars lakók. Mindez csupán a képzelet műve, igaz? De mi lesz, ha valóban van valami odakint? Mi lesz, ha élet van a halott bolygón? Az a folyamat, amely a Földet lakhatóvá tette itt évmilliókkal ezelőtt véget ért. A vörös és halott Mars egyetlen hatalmas kötő. Valami mozog egy portölcsér, nagyobb a Föld leghatalmasabb tornádóinál. Fúj a szél, már pedig ahol szél van, ott levegő van. Levegő, amely fenntarthatja a Földön kívüli életet. Ahhoz túl ritka, hogy belélegezzük, és a nagy része fullasztó szén-dioxid. A Marsot semmi sem védi meg a nap ultraibolya sugaraitól. A mínusz 80 fokot is elérő hideg megfagyasztja a vizet a talajban, a sarkokon, és még a levegőben is, ahol az hóvá változik. Nehéz elhinni, hogy itt bármi megélhet. Ám a Földön is élnek lények, akik elviselik a szélsőséges hideget vagy forróságot, akár a legmélyebb óceáni árkokban is. Mintha az élet vírus volna, alkalmazkodik és terjed, elképzelhető, hogy most éppen mi terjesztjük az univerzumban az élet vírusát. Az élet a legszélsőségesebb viszonyok között is megveti a lábát. Mégis egy halott bolygó. Itt nincs a talajban lévő ásványokat és tápanyagokat megújító geológiai tevékenység, és nincs elég hő a fagyott víz felolvasztásához. Akkora por, hogy szinte semmit sem látunk. Ezt viszont nem lehet nem észrevenni. Az Olympus Mons egy hatalmas ősi vulkán. Háromszor magasabb az Everestnél, és olyan széles, hogy szinte egész Spanyolországot lefedné. 1970-ben történt felfedezése óta kialudtként tartjuk számon. Mégis úgy tűnik, hogy valami történik a lejtőin, mintha láva folyt volna rajta. A láva folyások nyomát azonban már régen eltörölték a meteor becsapódások. A monstrum talán mégsem élettelen. Ha nem az, akkor ma is lehet olvat magma a felszíne alatt.
Ez mindent más megvilágításba helyez. A vulkán tevékenység felolvaszthatja a talajba zárt jeget. Az ásványok és tápanyagok meginduló körforgása megteremtheti az élet feltételeit. A Grand Canyon emellett csupán egy repedésnek tűnne a járdán. Olyan hosszan nyúlik el, hogy egész Észak-Amerikát átérné. Itt is valamilyen tevékenység, például erózió nyomait látjuk, a völgyfenekén pedig, mintha egy kiszáradt folyómeder kanyarodna. Talán a vulkán által a talajban felolvasztott víz özönlött végig a roppant kanyonon. A mazajló jelenségek is felolvaszthatják a jeget, felszabadítva a vizet. Ahol pedig víz van, ott élet is létezhet. Ahol folyékony vizet találunk, ott jó esély van, hogy élőlényekre is bukkanhatunk. A kihaltájon a NASA Opportunity nevű rovere arra szól. Bizonyítékot talál arra, hogy a puszta síkság valaha ősi tó vagy óceán medre volt, amelyben élet is lehetett. Nézzék ezeket a vízmosásokat. A Mars körül keringő szondák egyre újabbakat fedeznek fel. Ez is azt bizonyítja, hogy a Mars életben van, és a felszíne alatt folyékony víz is létezhet, amely kimossa ezeket a szakadékokat. Víz, amely a marsi élet bölcsője lehetett. Már nincs más gondunk, csak hogy felkutassuk, ha csak rá nem találtunk már, nem a Marson, hanem itt a Földön. Létezik egy elmélet, amely szerint az élet itt keletkezett, mielőtt a Földre költözött. Az elképzelés szerint egy becsapódó aszteroida darabokat szakított ki a Marsból, a bennük lévő parányi mikróbákkal együtt. A világűrön keresztül ezek elérték a fiatal Földet, ahol elintették az élet magvait. Nem csoda, hogy lenyűgözőnek találjuk a Marsot. Lehet, hogy ez az eredeti otthonunk. Ha ez igaz, akkor valamennyien Mars lakók vagyunk. Az a Mars, amelyről azt hittük, hogy ismerjük már a múlté. A helyét ez az új, aktív, változó bolygó foglalja el. Márpedig, ha a Marsot, a naprendszer talán legtöbbet tanulmányozott bolygóját sem ismerjük, akkor még mi minden lehet, amit nem tudunk. Bizonyára számtalan további rejtély vár még felfedezésre. A helyzet kezd félelmetessé válni. Mintha egy óriási, számítógépes játékban volnánk. Csak hogy ezek itt túlságosan is valóságosak. Aszteroidák, több száz kilométeres átmérőjű is akad közöttük. Ez itt úgy 30 kilométeres lehet, és nézzék csak! A felszínén egy űrszonda kapaszkodik. Nem lehetett egyszerű leparkolni vele a 80 000 km/h sebességű aszteroidán. Nem kis erőfeszítés csak azért, hogy szemügyre vehessünk egy kavicsot. Ezek a kavicsok gyakran összeütköznek, széttöredeznek és meteorokként záporoznak a Földre. Varázslatos amuletteknek, természetfeletti jeleknek tekintettük őket, pedig többről van szó. Kiderült, hogy ilyen kavicsokból álltak össze a bolygók, köztük a sajátunk is. A Földön talált meteoritok korának meghatározásával kiderült, hogy a bolygók 4,5 milliárd évvel ezelőtt keletkeztek.
Ezek a sziklák, amelyek a naprendszerünk és a bolygónk születési okmányai, valamilyen okból nem álltak össze újabb égi testé. Meggátolta őket ebben valami hatalmas erő. A Jupiter. Micsoda monstrum. Legalább ezerszer akkora, mint a Föld. Olyan nagy, hogy az összes többi bolygó elférne benne. Ami ilyen hatalmas, az a szomszédaira is erős hatást gyakorol. A tömegvonzása megakadályozta, hogy az aszteroidák bolygóvá álljanak össze. Már a látványa is lélegzetállító. Közelről viszont kiderül, hogy nem minden az, aminek látszik. A roppant bolygó szinte teljes egészében gázból áll. Aki itt leszáll, az elsüllyed. A sűrű rétegeken át talán sohasem ér szilárd talajt. A Jupiter szépséges külsejét félelmetes erők formálták. Gyors forgása több száz kilométer per órás szeleket kavar. A felhők sávokká, hurkokká és örvényekké torzulnak. Így keletkezett a legendás nagy vörös folt is. Ez a naprendszer legnagyobb, legerősebb vihara. Majdnem háromszor akkora, mint a Föld, és már több mint 300 éve tombol. Az egymáshoz súrlódó felhők között elektromos vihar keletkezett. Egyetlen villám teljesítménye is tízezerszerese az otthoni legnagyobb. Úgy tűnik, hogy a Jupitert a legjobb és a legbiztonságosabb távolról szemlélni. A sarkok körül az otthoni sarki fényhez hasonlóan táncoló jelenség szemet gyönyörködtető. A Geiger-Müller számláló azonban veszélyt jelez. A fények játéka a Jupiter erős mágneses tere által az űrből összegyűjtött halálos sugárzás következménye. Lassan felismerjük, hogy itt kint semmi sem az, aminek látszik. A világegyetem csupa ellentmondás, látszat és csapda. Szükségünk volna egy menedékre, ahol megvethetjük a lábunkat és kifújhatjuk magunkat. Talán ez a tarka hold, az Io megteszi. Ám az élénk színek forrásai, a megolvadt kőzetek, a ként és a forró hamut sok száz kilométer magasra lövellő vulkánok. Nem menedék, hanem a legveszedelmesebb hely, ahol a nap óta jártunk. Varázslatos utazásunk az univerzum pereme felé kétségbe esett menekülésé vált. Meg kell őriznünk a hitet és a reményt, hogy a veszélyek között további csodák várnak még felfedezésre. 650 millió kilométerre az otthonunktól különös helyre bukkanunk. Mégis furcsán ismerősnek tetszik. A szirtekkel és hasadékokkal tarkított jég egy kicsit a sarkvidékre emlékeztet. Talán az Európa jege, ahogyan a sarki jég is vizen úszik. Folyékony vizen. Kísértő gondolat, de ne feledjük, hogy 800 millió kilométerre vagyunk a naptól. Az Európa nyilván tömörre fagyott. Ha csak a Jupiter vonzása súrlódást nem kelt a belsejében.
Az Európa így nem fagy meg teljesen, és az élet is kifejlődhet a szilárd kéreg alatti vízben. Lehet, hogy csak néhány méterre járunk a Földön kívüli lényektől. Egész kis élővilág létezhet itt, mikrobák, rákfélék, talán még puha testűek is. Köztünk és az esetleges idegenek között már csupán ez a jégréteg áll. Ám amíg oda nem küldünk egy szondát, hogy átfúrja a jeget, addig az Európa a naprendszer egyik legnagyobb rejtélye marad. Rabul ejtette a képzeletünket, kísértett az álmainkban. Most pedig itt forog a szemünk előtt a Szaturnusz, a naprendszer koronájának égköve. A látványa mindenért kárpótol, amin eddig keresztül mentünk. A Szaturnuszban van valami varázslatos. A hatalmas gázgömb sűrűsége olyan alacsony, hogy fennmaradna a vizen. Látványos gyűrűinek szélessége a Föld és a Hold távolságával ér fel, a vastagságuk viszont csupán néhány száz méter. Itt kering a Cassini űrszonda. Kísérteties rádiójeleket rögzít, amelyeket feltehetően a Szaturnusz sarkvidékén keletkező sarki fény sugároz. Ez a szférák valódi zenéje. A Cassini azt is megállapította, hogy a gyűrűk valószínűleg egy a Szaturnusz tömegmozzása által szétszúzott hold maradványai. Semmihez sem fogható szépség, mely a teljes pusztulásból született. A sok milliárd jégszilánk között jégkocka és ház méretűek is vannak. Összeütköznek, széttöredeznek és egymáshoz tapadnak. Mintha a korai naprendszert látnánk. Az újszülött nap körül keringő porral és gázzal a gravitáció végzett varázslatot. Egymáshoz vonzotta a darabokat, míg nem az ehhez hasonló törmelékből alakot öltött az otthonunk. Örökké itt tudnánk maradni a Szaturnusz csodájától elbűvölten. Mégis el kell szakadnunk a látványtól, nagy út, és sok megismerni való vár még ránk. Nem lesz könnyű dolgunk, hiszen a közelben a legnagyobb égitest, ez a sűrű felhőkbe burkolózott hold, a Titán. Hogy odalent van légkör, szél és eső, még évszakok is léteznek. Nézzék csak ezeket a folyókat, tavakat és óceánokat. Az eddig látottak közül ez a hely emlékeztet legjobban a Földre. Talán mégis érdemes volt elszakadnunk a Szaturnusztól. Csak hogy ez nem víz, hanem cseppfolyós földgáz. Sok százszor több földgázt találunk itt, mint a Föld olaj és gázmezőin együttvéve. Ha haza tudnánk juttatni, akkor évezredeken át ellátná energiával a városainkat és üzemanyaggal a járműveinket. Egy napon talán itt is hasznát vennénk az itteni kolónia ellátásában, feltéve, hogy a Titánon nincs jelen már most is az élet. A Huygens szondát a Cassini dobta le a Titán felszínére éppen azért, hogy erre választ találjon. Annyit már kiderített, hogy a talajban szerves anyagok találhatók. A hőmérséklet azonban mínusz 180 fok, a nyersanyagokból így nem állhat össze az élet, ha csak a Titán fel nem melegszik.
A nap a jövőben forróbbá fog válni. Amikor ez bekövetkezik, talán itt is ugyanúgy zárva szökken az élet, ahogyan évmilliárdokkal korábban a Földön. Amikor a Föld már túl forró lesz számunkra, esetleg a Titánra költözhetünk. Egy napon ez a távoli hely lehet az otthonunk. Már legalább 1 milliárd kilométerre eltávolodtunk az otthonunktól. Ezen a ponton túl már nem láthatjuk a Földet. Egy szírt peremén állunk, ahonnan a naprendszer titokzatos külső tartományaira tekintünk le. Ha meg akarjuk ismerni a világegyetemet, ha el akarunk jutni a pereméig, akkor le kell vetnünk magunkat. Kint járunk a naprendszernek a Földről már nem látható, történelmünk nagy részében fel sem fedezett határvidékén. Mintha a mély óceán fenekére merülnénk. Micsoda gyűrűk, mintha az Uránusz kibillent volna a tengelyéből, talán egy kósza bolygó fordította fel. Félelmetes vidék. Már is aprónak, magányosnak érezzük magunkat. Talán ilyen érzés lehet elérni az univerzum peremét. Most viszont még alig távolodtunk el a parttól. Ha a Földet borsó méretűre zsugorítanánk, akkor az eddig megtett útunk csupán 2 kilométer hosszú volna. A naprendszerünk határáig viszont még 20 000 kilométert kell megtennünk. A mélységből újabb különös jelenség bukkan fel. A tenger istene az. A Neptunusz. Az óriást metángáz borítja. Nézzék csak meg a földméretű vihart, amelyet vad 1500 km per órás szelek korbácsoltak fel. A szelek járását otthon a nap szabja meg. A Neptunusz azonban túl távol van tőle. Az áldás szeleket bizonyára valami más kelt ide, hogy mi, azt senki nem tudja. Naprendszerünk óriási, ijesztő, hogy mennyire keveset tudunk róla valójában. Tovább suhanunk, kapaszkodót keresve. A sok gáztömb után végre egy szilárd hold, a Triton. Szilárd, de nem stabil. Nézzék csak a gejzírjeit, ezeket a jeget és gázokat okádó kozmikus kéményeket. A Hold ráadásul a bolygó forgásával ellentétes irányba kering a Neptunusz körül. Az ellenkező akaratok kozmikus viadalában a dühös kis Hold csak veszíthet. A Neptunusz roppant tömegvonzása egyre lassítja és egyre beljebb húzza a Tritont. Egy napon darabjaira fogja szakítani. Ezzel vége is. A naprendszerben nincs több hold, nincs több bolygó. Ahogyan a naptól eltávolodunk, egyre hidegebb lesz, és a gravitációs vonzása is egyre gyengül. De mi ez? A világűr nem üres. Fagyos kövek, jégtömbök népesítik be. Például a Plutó. Nemrégen még úgy tudtuk, hogy a Plutó magányos, rajta túl pedig semmi sincs. Tévedtünk. Egyre több fagyos világot fedezünk fel, melyek annyira újak, hogy sokáig az elnevezésükben sem egyeztünk meg. Plutinók, törpebolygók, plométek, bárhogyan hívjuk őket, a tanulság ugyanaz. A naprendszerünk nem az az elegáns modell, amelynek elképzeltük.
Több mint 13 milliárd kilométerre otthonról találkozunk a valaha megfigyelt legtávolabbi a nap körül keringő égitesttel. A Sedna nevű kicsiny jeges világot 2003-ban fedezték fel. 10 000 év alatt fut körbe a nap körül, miközben 130 milliárd kilométerre is eltávolodik tőle. Várjunk csak, van itt még valami. 16 milliárd kilométerre a bolygónktól a Voyager 1 űrszondával találkozunk. Az alumíniumba csomagolt antennákkal felszerelt gép nélkül nem volna képünk az óriás bolygókról, és mit sem tudnánk a holdjaikról. Egy kilőtt puskagolyó sebességének 20-szorosával szágult, miközben üzeneteket küld hazafelé. Az oldalán lévő aranylemez a palackposta bolygó közi megfelelője. Különböző nyelveken felvett üdvözlést tartalmaz. És egy térképet, amely útmutatást ad a naprendszer felkereséséhez. De bölcs dolog-e a dzsungelben kiáltozni? Bárki és bármi meghallhatja a hívásunkat, megtudhatja, hogy hol érünk és eljöhet hozzánk, akár barátságos, akár nem. Az űrbéli jéghegyek szinte vége láthatatlan mezője terül el előttünk. Olyanok, mint a korábban látott üstökös. Talán az is itt kezdte a pályafutását, amíg valami ki nem lendítette a nap felé. Ez történhetett azokkal az üstökösökkel is, amelyek talán a földi életet indították útjára évmilliárdokkal korábban. A sok jeget látva talán a vizet is ők szállították a bolygónkra. Megdöbbentő belegondolni, hogy az óceánokban, a kávéinkban, de még a testünkben lévő víz is ebből az égi fagyasztóból került ki. Nyolcmilliószor millió, vagyis 8 billió kilométerre vagyunk az otthonunktól. A valóságban ez csupán egy gyermek első lépése. Sok billió kilométer és a csillagok milliárdjai várnak még ránk. Itt az ideje, hogy tekintetünket kifelé fordítsuk, kilépjünk a tágas világegyetemben, a csillagközi térbe. Íme a naprendszerünkön túli világűr. Micsoda látvány! A saját napunkhoz hasonló sok milliárd csillag közül soknak bolygói, azoknak pedig holdjai is vannak. Nehéz eldönteni, hogy merre induljunk. A lehetőségek száma minden irányban végtelen. Bármerre megyünk is, alaposan fel kell gyorsulnunk. Az eddigi 40 billió kilométeres út az űrrepülőgéppel is 150 000 évig tartott volna. Még csak most értük el az első naprendszert a sajátunk óta. Az Alpha Centauri rendszerét. Nem egy, hanem három csillagból áll, amelyek egymás körül lejtenek kecses égi táncot. Mindegyik csillag vonzza a társait, a szédítő keringési sebesség viszont távol tartja őket egymástól. Ha közéjük merészkednénk, akkor hamarosan belezuhannánk valamelyikbe. Elpárolognánk, sok billió kilométerre az otthonunktól. Ilyen távolságban a kilométereknek már nincs jelentőségük. Mostantól fényévekben számol.
fény egy év alatt mintegy 10 billió kilométert tesz meg. 40 billió kilométer tehát annyit tesz, hogy eddig 4 fényévet utaztunk. A szédítő távolság szinte felfoghatatlan. Izgalmas belegondolni, hogy milyen különös világok várhatnak még ránk. Mit találunk majd, amikor, ha elérjük az univerzum peremét? A Földtől 20 fényévre találjuk az Epsilon Eridani nevű csillagot. Valahol a káprázatos por és jéggyűrű között bolygók formálódnak a törmelékből. A szemünk láttára születnek. Aszteroidák és üstökösök mindenütt. Mintha csak a saját naprendszerünket látnánk több milliárd évvel ezelőtt. Az üstökösök szerves molekulákat és vizet hordanak a fiatal bolygóra, megadva a kezdőlökést az életnek, ahogyan a Földön is tehették. A forgatag közepén a mi napunknál kisebb csillag áll. Még mindig a gyermekkorát éli. Az élet ebben a naprendszerben a legjobb esetben is kezdetleges. Nyilván léteznek érettebb, fejlettebb rendszerek is, ám felkutatni őket olyan lesz, mint tűt keresni egy kozmikus szalmakazalban. Húsz fényévre a Földtől ragyog a Gliese 581. A kora nagyjából a napéval azonos. Körülötte ez a bolygó kering. Éppen a megfelelő távolságra van a napjától. Ha közelebb volna, akkor a víz felforna, ha távolabb, akkor megfagyna rajta. A körülmények ideálisak az élet kialakulásához. Ha ide is zuhantak vizet és szerves anyagokat szállító üstökösök, akkor élet, hozzánk hasonlóan összetett lények, és akár egész civilizációk is léteznek itt ebben a pillanatban. Ha így van, és ebből a távolságból be tudják fogni a televíziós adásunkat, akkor a 20 évvel ezelőtti műsorokat nézik. Ám amíg az utánunk jövő nemzedékek meg nem oldják a nagy távolságú kommunikáció kérdését, addig csak találgathatunk. Ők és mi párhuzamos életet élünk, nem tudva egymás létezéséről. Ám meg lehet, hogy az élet megjelent, de le is tűnt. Ez a gond az üstökösökkel. Teremtenek, de pusztítanak is, amint a dinoszauruszok 65 millió éve a saját bőrükön tapasztalták. Megleltük a tűt a kozmikus kazalban. Egy lakható naprendszer ennél jobban nem is hasonlíthatna a sajátunkra. Ám ez csak véletlen felfedezés. Hasonló naprendszerek százai, milliói is létezhetnek, vagy akár egy sem. Ez a hatalmas bolygó, a Bellerophon.
Olyan közel kering a napjához, hogy a felfedezése is csodaszámba ment. A gond az, hogy a Földről az ilyen távoli bolygók nem látszanak. Elhomályosítja őket a szomszédos csillag ragyogása. A bolygók azonban gyenge gravitációs erőt fejtenek ki a csillagra. Ha sikerül több billió kilométerről kimutatnunk az apró kitéréseket, azzal igazolhatjuk a létezésüket. Így jutottunk 1990-ben a Bellerofon nyomára, megnyitva az utat a sok száz távoli bolygó felfedezése előtt. Öt fényévre járunk a Földtől. A földi adókra hangolt itteni tévéken a hitleri Berlinben rendezett olimpiát nézhetnénk. Ezek az ikercsillagok alkotják az angol rendszert, amelyet az ősidék óta, mint démoni csillagot rettegtek félelmetes viselkedése miatt. Amikor az egyik csillag áthalad a másik előtt, akkor a Földről hunyorogni látszik, közelről mindez még különösebb. Az egyik csillag addig tágult, hogy a másik tömegvonzása anyagot szív el belőle. Csak nem 100 fényévre az otthonunktól halk suttogásként meghallhatjuk az első rádióadások egyikét. Ennél távolabb már csend honol, mintha a Föld sohasem létezett volna. Az idegen lények, akik e határon túlélnek, nem is sejtik, hogy létezünk. Mintha egy egész emberöltővel ezelőtt álltunk volna ott a tengerparton az eget fürkészve, és a saját helyünkön töprengve. A csodákat, amelyeknek tanúi vagyunk, már nem csak amiatt értékeljük, amit a saját világunkról elárulnak, hanem azért is, mert az egész világegyetem múltjáról és jövőjéről tudhatunk meg belőle. Galaxisunk, a tejútrendszer olyan, mint egy hatalmas égi könyvtár, ahol minden csillag egy önálló történetet elmesélő kötet. Csak vár ránk, hogy fellapozzuk. A hét nővér az ókori görögisten Atlasz hét lánya, akik csillaggá váltak, hogy támaszt gyújtsanak az égboltot a vállán tartó apjuknak. Ez az óriás Vénusz. A legfényesebben ragyogó csillag, amit eddig láttunk. Az átmérője legalább 600-szor akkora, mint a napé. Ez viszont nem csillag, és nem is bolygó, semmihez sem fogható, amivel eddig találkoztunk. A Földtől több mint 1300 fényévre található kísérteties tünemény a sötét Orion köd. Olyan sűrű por és gáz veszi körül, hogy teljesen eltakarja a kinti univerzumot. Mindennek a legmélyén egy fénylő gömb vonza magához a port és a gázt. A felforrósodó anyag tüzes gázgömbbé formálódik. Olyan, mint a saját napunk kicsinyített mása. A belseje több milliárd fokos, olyan forró, hogy kezdenek beindulni a nap ragyogását biztosító nukleáris reakciók. Energiát, sugárzást és fényt bocsát ki. Csillag van születőben. Vagy inkább csillagok.
Az Orion köd egy hatalmas csillaggyár. Az univerzum jövője születik meg a szemünk előtt. Úgy érkeztünk, hogy félelmetes borzalmakra számítottunk, de a világegyetem egyik legnagyobb csodáját fedeztük fel, a csillagok születését. Lehet, hogy korán alkottunk véleményt. Gáznyalábok lövelnek ki 200 000 kilométer per órás sebességgel. Sok millió kilométerre szórják ki a port és a gázt. Hihetetlenül erőteljes jelenség, az eredménye viszont szavakba sem önthető. Egy nebula, egy roppant, ragyogó gázfelhő lebeg az űrben. Mivel itt nincs szél, évezredekig tart, mire szétoszlik. Mintha egy roppant szobrot formázna. Rá kell döbbennünk, hogy a természet nem csak tudós és mérnök, de létező legnagyobb léptékkel dolgozó művész is. Volt már részünk bámulatos látványban, ez viszont valóságos mestermű. Egy hatalmas ló feje ágaskodik fel a világűrben. A csillagok megszületnek, felnőnek, és aztán mi következik? Meghalnak? Csendesen beleolvadnak az éjszakába, vagy nagy robajjal távoznak? A válasz valahol e hely és az univerzum pereme között rejlik. Csak nem 4000 fényévvel távolabb az űrben lebegő, világító köd veszi körül azt, ami egykor a mi napunkhoz hasonló csillag volt. Nem marad belőle más, mint az élénk színű gáz. A csillag a halálakor a világűrbe szórta a belsejében zajló fúzió termékeként létrejött elemeket. A zöld és az ibolya a hidrogént és a héliumot a világegyetem nyersanyagait jelzi. A vörös és a kék, a nitrogén és az oxigén a földi élet két építőköve. Hogy mi élhessünk, ilyen csillagoknak kellett meghalniuk. A tüdőnkben lévő oxigén és a DNS-ünkben lévő nitrogén is nukleáris fúzióban keletkezett olyan csillagokban, amelyek jóval a Föld születése előtt pusztultak el. A csillagok nukleáris hulladékaiból állunk. A családfánknak itt van a gyökere. Középen egy csillag kísértete áll. Egy fehéren izzó fehér törpe. Kicsi, de hihetetlenül sűrű. A csillag haláltusája során az atomjai fuzionáltak és olyan közel kerültek egymáshoz, hogy a fehér törpe anyagából egy teáskanálnyi is 1 tonnát nyom. Hátborzongató jóslat ez a mi napunk végzetéről. 6 milliárd év múlva az is fehér törpévé alakul. A halála a földi élet végét is jelenti majd. Eszünkbe juthat, hogy hány idegen világ létezhetett és tűnhetett el úgy, hogy a senki által sem ismert története örökre elveszett. A legcsodásabb történet azonban még elmondásra vár.
A legelső fejezetig kell visszamennünk az időben, hogy elmeséljük az univerzum keletkezését. A rákköd egy elpusztult csillag szétszóródott maradványa. 6000 fényévre járunk az otthonunktól. Egy égi temető közepén. Sok mindent megtudtunk, és sok olyasmit láttunk, amiről nem hittük soha, hogy lehetséges. Az ilyen látványon, amit nemrégen még elképzelhetetlenül varázslatosnak tartottunk volna, már álmélkodás nélkül átsiklunk. Bármi is várjon ránk, mi felkészültünk. Feltett szándékunk, hogy elérjük az univerzum peremét. Kihaltnak tűnik, de ez talán csak a vihar utáni csend. Félelmetes erejű robbanás következménye, amely képes volt egy roppant csillagot por és gáz felhővé szétszórni. Egy szupernováé. A vihar szeme egy pörgő, lüktető csillag, egy pulzár. A gravitáció ilyenné rántotta össze az óriás csillag magját. Az átmérője csupán 20 kilométer, de felfoghatatlanul sűrű. Egyetlen gombos tűfejnyinek is sok száz, talán sok millió tonna a tömege. Miközben zsugorodott, a kitárt karokkal piruettbe kezdő, majd magát összehúzó, műkorcsolyázó módjára egyre gyorsabban kezdett forogni. A fény, energia és sugárzás 2 másodpercenként 30-szor körbeforgó nyalábja látja el energiával a hatalmas por és gázfelhőt. A sugárzás itt erősebb, mint a nap felszínén. Minden bizonnyal ez a legpusztítóbb jelenség, amivel eddig találkoztunk. Valaha elrettentett volna minket. Most viszont már tudjuk, hogy a veszély nélkül a csoda sem volna lehetséges. Rémálmok nélkül álmaink sem lennének. Különös érzés fog el. Mintha valami rossz ólálkodna itt. Valami veszedelmes. Éppen az, amivel nem szerettünk volna összefutni, lehetetlenül fekete és kioltja a mögötte lévő csillagok fényét. A vég arcába látunk. Egy óriás csillag maradványába, egy fekete lyukba. Nem fehér törpévé vagy pulzárrá roskadt össze, hanem tovább ment. Addig zsugorodott, amíg a mérete néhány kilométerre csökkent. Sokkal sűrűbb egy pulzárnál, ami túl közel merészkedik, az már soha nem tér vissza. Ez az aszteroida tömör szikla, mégis megnyúlik, miközben a tátogójuk magához rántja. Ott bent nem létezik az anyag általunk ismert formája, nincs idő és nincs tér, a fizika minden törvénye összeomlik. Az aszteroida eltűnt. Igazság szerint senki sem tudja, hogy hová. Az emberi felfogó képesség határait fürkésszük. Galaxisunkban akár több millió fekete lyuk is ólálkodhat, talán több, mint égen a csillag. Látni viszont nem fogjuk őket, amíg túl késő nem lesz. Így járt ez a csillag is,
amely spirális vonalban tűnik el a láthatatlan lefolyóban. Kimondhatná, hogy nem egy óriási fekete lyukban élünk. Hogy az egész univerzumunk nem egy ilyenben létezik, egy másik univerzumon belül. Ha túl sokat töprengünk ezen, beleszédülünk. Olykor úgy érezzük, hogy minél többet látunk, annál kevesebbet tudunk. Azt viszont tudjuk, hogy a galaxisunk bonyolultabb és veszélyesebb, mint valaha képzeltük. Még mindig a saját galaxisunkban, a tejútrendszerben járunk. A határon túl ott van a tágas világegyetem. A csodái, veszélyei és titkai mind ránk várnak. Először azonban ki kell jutnunk a tejútrendszerből. Hétezer fényévre az otthonunktól még mindig nem hagytuk el a galaxist. Mintha erdőben járnánk, ahol a sűrűn növő fák mindegyike olyan lenyűgözően szépséges, hogy képtelenek vagyunk levenni róla a szemünket és átlátni a nagyobb képet. Át kell vágnunk rajta, hogy eljussunk a galaxis határán elterülő tisztásra. Csak ekkor kezdhetjük megérteni, hogy hogyan keletkezett és hogyan jöttünk létre benne mi magunk. Ilyen látványnak azonban nem könnyű hátat fordítani. A kolosszális, ragyogó felhőt, hatalmas porból álló tornyok a teremtés oszlopai koronázzák. Mintha kapu volna a távoli galaxisok felé. Mindkét pillérét apró kitüremkedések, születőben lévő csillagrendszerek borítják. Ezek mindegyike akkora, mint a saját naprendszerünk. Ez is a természet lélegzetelállító alkotásainak egyike. Nem időzhetünk a megejtő szépségnél. El kell szakítanunk magunkat a szirének dalától, hogy folytathassuk utunkat a galaxis határa felé. A tejútrendszer szépségeitől kábultan vakok maradtunk a borzalmaira, és kozmikus aknamezőre tévedtünk. Mint egy robbanás lassított felvételén óriási gázfelhők törnek elő ebből a csillagból. A roppant csillag milliószor fényesebb a napnál. Az energiát adó nukleáris folyamatok az őket tápláló üzemanyag fogytával lassan leállnak. A halál tusájának lehetünk tanúi. A magja végül összeroppan és fekete lyukká válik. Ez a csillag még nagyobb és még veszélyesebben labilis. Ez robbanni fog. Egy ekkora csillag halála százszor zajosabb, mint egy szupernóva. Valahogyan egy, az elképzelhető legviharosabb módon kimúló csillagba, egy hipernovába botlottunk. A magja összeroskadt, és fekete lyukká válik. A csillagon végigfutó lökés hullám a világűrbe löki a külső rétegeket. Mindent betölt a halálos sugárzás, amely katasztrófával fenyeget minden szerencsétlenségére a közelben tartózkodó bolygót. Amikor a Földön 450 millió éve szinte minden faj kipusztult, azért éppen egy ilyen jelenség lehetett a felelős. Pusztító hipernovák, jeges üstökösök, felperzselt bolygók,
Fehér törpék, vörös óriások és a föld. Parányi cseppek a fehér fény végtelen tengerében. Saját galaxisunkban, a tejútrendszerben. Tudni kívántuk, hogy hová tartozunk. Megkaptuk a választ. A múlt és a jövő civilizációi, mindenki, aki valaha élt, a legapróbb rovar és a legnagyobb hegy egyaránt láthatatlan, egy kis pontnál kevesebb. Otthonunk egy jelentéktelen csillag kisbolygója. Ha váratlanul eltűnne, ugyan ki vagy mi venné észre? Eddig mégsem találtunk olyan helyet, ahol szívesebben élnénk, vagy ahol legalább képesek volnánk megélni. Ennek csak most, ilyen távolságból tudjuk felmérni a horderejét. Nézzék csak ezt a sok százezer csillagot. Közülük bizonyára legalább egy, de több is alkalmas az élet fenntartására. Talán itt, a rengeteg csillagot tartalmazó M13 gömb halmazban. A csillagászok a 70-es években a DNS-ünk szerkezetét és a naprendszerünk helyzetét leíró üzenetet küldtek ebbe az irányba. A távolság azonban olyan óriási, hogy az adás még legalább 25 ezer évig nem fog megérkezni. Eddig nem találtunk földön kívüli életet, de arra sem találtunk okot, hogy kétségbe vonjuk, itt kint létezhet valahol. Kidolgoztak egy képletet a fejlett civilizációk számának becslésére. A számokat helyettesítve döbbenetes eredményt kaptunk. Akár milliónyi civilizáció is létezhet a galaxisunkon belül. Minden, amit eddig láttunk, a tejútrendszer része volt. Most végre megpillanthatunk más galaxisokat, és érzékelhetjük az átfogóbb képet. Talán választ kapunk a végső kérdésre is, honnan ered mindez? Készen állunk, hogy naprendszerünket és galaxisunkat hátrahagyva kilépjünk az intergalaktikus térbe. A tejúton túl, minden reményünket túlszárnyalva elértük a világűrnek a galaxisok közötti tágas tartományát. Itt nincs látóhatár. A legközelebbi galaxis is több millió fényévre van. A tejútrendszer roppant gravitációja által szétszaggatott más galaxisok maradványai szétszóródtak az ürességben. Az univerzumban itt uralkodnak a tökéletes vákumhoz legjobban közelítő körülmények, de még ez a tér sem egészen üres. Ritka gáz, nyomokban finom por is jelen van benne, és még valami. Sötét anyag.
Olyan titokzatos, hogy nem láthatjuk, nem érezhetjük, ízlelhetjük vagy tapinthatjuk, de még mérni sem tudjuk. Mégis olyan közönséges, hogy az univerzum összes anyagának akár 90%-át is kiteheti. Ha a sötét anyag valóságos, akkor üres tér nem is létezik. Még itt is mindenfelől anyag vesz körül. A létezésére csupán az olyan galaxisokra gyakorolt különös hatásból következtethetünk, amilyen a Nagy Magellán felhő. A mai leggyorsabb űrjárművünkkel 6 milliárd év alatt érnénk el. 160 ezer fényévnyire van a tejútrendszertől, ahol annak már alig érezhető a tömegvonzása. A galaxisnak el kellene sodródnia a világűrben, de valami visszatartja. Valami, ami láthatatlan, mégis nagy erejű, a sötét anyag. Csillagok, csillaghalmazok és ködök gazdagítják a csillagászat végtelen kincstárát. Nézzék csak ezt a tündöklő gyöngysort. A tűzgömb nyilván egy félelmetes robbanás, egy szupernova terméke. Úgy ragyog, hogy amikor a robbanás fénye 1987-ben elérte a Földet, szabad szemmel is látható volt. Az ereje olyan óriási, hogy nukleáris reakciók egész sorát indította be. Az egymáshoz kényszerített atommagokból új elemeket, például aranyat, ezüstöt és platinát hozta létre. Mindezt kivetette a világűrbe. Az ujjunkon viselt gyűrű aranya is egy ilyen félelmetes erejű szupernovában keletkezett innen több billió kilométerre évmilliárdokkal ezelőtt. Mielőtt útnak indultunk otthonról, az univerzum külön létezőnek tűnt ott fenn az égen. Tévedtünk. A világegyetem története egyben mindannyiunk története. Megnyugtató erre emlékezni, miközben folytatjuk utunkat a mélységes űrön át. Egyre tovább, egyre gyorsabban. A 2,5 millió fényévre lévő Andromeda galaxisig. Közel 1 millió kilométer per órás sebességgel száguld a téren át. Az űrben minden egy robbanás repeszeihez hasonlóan távolodik egymástól. Ezt a galaxist olyannak látjuk, amilyen az Afrika síkságaira először kimerészkedő majomszerű hőseink korában volt. Míg egyre tovább száguldunk a térben, az időben visszafelé haladunk. Itt valami nincs rendben. Egy egész galaxis robban fel. Egy ilyen jelenség kiváltásához csak egy másik galaxis lehet elég nagy. Mintha véget érne a világ. Mi viszont már eleget láttunk ahhoz, hogy tudjuk, a dolog sohasem ilyen egyszerű. A galaxis nem meghal, hanem újjászületik. Új alakot ölt és talán új csillagokra is szertesz, amelyek születése az összeütköző hullámzó pornak és gáznak köszönhető. A káosz mögött rend, a végtelen változatosság mögött mintázat bújik meg. A születés és a halál, a teremtés és a rombolás végtelen körforgása ez. Ez a mintázat annak a térnek a sajátja, amelyben a galaxisok elfoglalják a helyüket. Az univerzumban sok milliárd galaxis található, mindegyikük csillagok milliárdjait vagy akár billióit tartalmazza. A csillagok száma nagyobb lehet, mint a homokszemeké a Föld valamennyi tengerpartján együttvéve. Ám ezek csak a jelenleg élő csillagok. Gondoljunk azokra is, amelyek már kihunytak.
és amelyek éppen most, vagy csak ez után születnek meg. Lassan kibontakozik az átfogó kép, és nagyszerűbb, mint valaha képzeltük. A hatalmas szélkerék galaxis olyan távol van a Földtől, hogy a hazaküldött üzenetünk csak 27 millió év múlva érne oda. Ki tudja, hogy a fajunk, vagy akár a bolygónk ott lesz-e még, hogy fogadja? Valószínű, hogy nem. Tovább haladunk visszafelé az időben. Elhagyjuk a dinoszauruszok kihalásának korát, és azt a pillanatot, amikor az első élőlény kikapaszkodott a szárazföldre. Két milliárd fényévet hagytunk magunk mögött. Közeledünk az univerzum pereméhez, lassan visszatérünk az idő kezdetéhez. Amit látunk, az nem egy galaxis. Sok száz galaxisnál is fényesebb. A vakító energianyaláb sok billió kilométerre lövel ki. Ami ekkora és ennyire fényes, az nyilván iszonyú energiával rendelkezik. A tapasztalatunk arra figyelmeztet, hogy az erő veszélyt jelent. Egy kvazár lehet a világegyetem legpusztítóbb objektuma. Ha az, akkor utunknak itt vége is szakadhat, pedig már láttuk a célt. A kvazár az univerzum legnagyobb teljesítményű objektuma. A szuperforró gáz fényereje sok száz galaxisét együttvéve is meghaladja. A félelmetes erőforrása a képződmény szívében rejtőzik. Ez a sötét szív egy szuper nehéz fekete lyuk. A tömege milliárdnyi napéval egyenlő. Egész csillagokat szakít szét, anyagukat pedig a kvazárba vonzza. Végül teljesen felfalja őket, nyomuk sem marad a megfigyelhető világegyetemben. Már találkoztunk a legrosszabbal, a legnagyobb és legpusztítóbb erővel, amivel a világegyetem előállhat. Most már szinte csak karnyújtásnyira van az univerzum pereme. Akarjuk szelni az ismert univerzum hátra levő részét, még gyorsabban kell tovább haladni. Az otthonunktól 8 milliárd fényévnyire újabb galaxisokba botlunk. Ám ezek már mások, szabálytalanok, kicsik és közel vannak egymáshoz. Olyan messzire mentünk vissza az időben, hogy olyannak látjuk a galaxisokat, amilyenek a Föld keletkezése előtt voltak. Fiatalok és még növésben vannak. Közeledünk a pillanathoz, amikor és ahogy mindez elkezdődött 12 milliárd évvel ezelőtt. Ha most ránézünk a galaxisokra, inkább egy hatalmas sötét óceánban lebegő kezdetleges planktonra emlékeztetnek.
Szinte varázslatnak hat, ahogyan a por és gázfelhők táncából kialakulnak a galaxisok embriói. A saját galaxisunk is így jött létre. Lassan eltűnnek. Visszatértünk a csillagok születése előtti időbe. A kozmosz sötét korszakába. Az előtte látott ragyogás egy iszonyú robbanás fénye. Ebben a robbanásban keletkezett az ismert univerzum. Már majdnem célhoz értünk. Itt vagyunk. Megérkeztünk. Az univerzum peremén vagyunk. 130 milliárdszor billió kilométerre az otthonunktól. 13,5 milliárd évvel ezelőtt. Az ősrobbanásnál a világ történetének legtöbb alkotóerőt magába sűrítő pillanatában. Minden, ami azután történt, ennek a következménye. Minden vallást, minden kultúrát foglalkoztatott. Azt viszont még mindig nem tudjuk, hogy mi váltotta ki ezt a teremtő eseményt, és miért. Útunk itt ér véget, ahol a világegyetem kezdődik. Egy végtelenül forró és sűrű pont terjedni kezd. Létrejön a tér, az idő és az anyag, maga a világegyetem. Először akkora, mint egy szubatomi részecske. A másodperc parányi tört részével később már akkora, hogy éppen elférne a tenyerünkben. Pár pillanat elteltével már akkora, mint a Föld. Az ősrobbanás fénye még ma is terjed a rádióban zörejként fogható mikrohullámú sugárzás formájában. A tévi antennák is befogják. Ez jelenik meg a behangolatlan készülék képernyőjén. Most előre haladunk az időben a robbanás keltette hullámon lovagolva. Minden, amit az útunk során láttunk, az ősrobbanás egy szikrája. A sok galaxis, csillag és bolygó csak törmelék. Visszatérünk a galaxisunkba. A saját naprendszerünkbe. Amíg vissza nem érünk az ősrobbanás hullámaiban sodródó, kihűlő paráshoz. A Földhöz. We're back where we started. Home. Only now can we really know it. Smaller, more fragile than we ever imagined. Destined to die. Swallowed
by a dying sun. But we shouldn't despair. We should rejoice. We've managed to experience the wonders of the universe. We should celebrate our achievements and enjoy our moment in the sun.